elmondanék. A fővonalnak kapcsolatosan. Hát a tervekről viszonylag kevés szó esett, nem most, hanem a korábbi tájékozótól kapcsán is. Hát ez úgy nézne ki, hogy három fázisban újulna meg a 150-es fővonal. Először egy 120-as km per óra sebességű vonal felújítás kezdődik meg, utána egy 160-as pályaszakasz, ez két pályát jelent, tehát mellé építik a másik pályát, és a végeredmény az volna a legjobb, mert ezt már nem ismerek mondani, csak az 200 km-es pályaszakasz, de ezt majd már megérjük akkor. Az első kettő az, ami már 14-től 15-16-ban megvalósul, ami nem tudom meg hangsúlyozni, hogy ez milyen nagyságrendű, tehát több mint 200 milliárdos beruházásról szól, és az egész térségnek kihat, így van, mert ütőjele a térségnek, amit azt gondolom figyelme kívül nem szart meg. No, várjuk ki.